tudom, hogy a városban. A Zürichi Egyetem Pedagógiai Akadémiájának idén 20 hallgatója látogatott Újvidékre. A svájci fiatalokat mindenek előtt a vajdasági oktatás sajátosságai és gyakorlata érdekli. Ezúttal egy érdekes környezetismereti órán is részt vettek. A kisdiákok közül volt olyan is, aki már járt Zürichben. Zürich egy nagyon szép város. Ott van egy nagyon szép állatkert. Ott vannak, úgy nézett ki, mint egy igazi dzsungel. Először vagyok Újvidéken, és nagyon tetszik a város, meg az iskola is. Nagyon örülök, hogy részt vehetek egy ilyen projektben, és megismerhetem az itteni kultúrát és az iskolarendszer sajátosságait. Több iskolai órán vettünk részt. Ezen azt tetszett, hogy a tanítónéni nagyon szép módon vezette be az órát, a gyerekek ezáltal felengedtek. Nem sokban különbözik itt a tanítás, mint Svájcban. Hálás vagyok, hogy itt lehetek. 7. éve járunk ide. Svájc is egy multikulturális régió, mint Vajdaság, ezért ezt a helyszínt választottuk a projektum megvalósítására. Az egyetemisták tele voltak előítéletekkel, de amikor megismerkedtek az itteni kultúrával és megtapasztalták a helyi vendégszeretetet, megváltozott a véleményük, és nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. Tulajdonképpen ez egy híd Újvidék és Zürich között. Mikor megindult 7 évvel ezelőtt a projektum, ez egy ilyen próbaidőszak volt, és most már elérték azt, illetve elértük, hogy sokkal nagyobb a jelentkezés ott Zürichben, mint amennyi egyetemist el tud ide látogatni. A hétnapos látogatás során a zürichi fiatalokat magyar, illetve szerbajkú családoknál szállásolták el. A projektum célja, hogy megtapasztalják, milyen egy többnyelvű környezetben nem ismerni a nyelvet, valamint hogy felfedezzék a vajdasági hagyományokban rejlő szépségeket és a kultúra fontosságait.